Szép napot kívánok mindenkinek! Ebben a videóban a szögfelező tétellel fogunk foglalkozni. Egyrészt bebizonyítjuk, másrészt pedig nézzünk rá egy aránylag egyszerű példát. Tehát a szögfelező tétel. Mit is mond a szögfelező tétel? A szögfelező tétel azt mondja, hogy bármely háromszögben az egyik belső szög felezője felezője a szemközti oldalt a szomszédos oldalak arányában osztja. Mit is jelent? Ez azt jelenti, hogy ha veszünk egy tetszőleges háromszöget, igazából mindegy, hogy hegyesszögű, tompaszögű vagy derékszögű, bármely háromszög, ugye így kezdődik, és az egyik szögnek, például a gammának megszerkesztjük a szög felezőjét, ez az F gamma, akkor ez ugye a szemközti oldalt egy P pontban fogja metszeni, ez az oldal itt ugye kis A, ez kis B, ez pedig itt ugye kis C, akkor azt tudjuk, vagy azt állítja ez az állítás, hogy az AP úgy aránylik a PB-hez, mint ahogy a B aránylik az A-hoz. Tehát ennek a szakasznak, az AP-nek, és ennek a szakasznak, azaz a PB-nek az aránya, az annyi, mint az AP felüleső szomszédos oldal, tehát a B oldal, illetve a BP felüleső szomszédos oldal, tehát az A oldalnak az aránya. Ezt mondja a szögfelező tétel. Hát nézzük, hogyan kell ezt bebizonyítani. A szögfelező tételt. Bizonyítás. Először is vegyünk fel egy háromszöget. Legyen ez a háromszög A, B, C, és most a vicc kedvéért az alfa szöget felezzük meg. Alfa, és szerkesszük meg ennek az alfának a szög felezőjét, ez az F alfa, itt keletkezik egy P pont. Bocsánat. Az AC oldalt A-túl hosszabbítsuk meg, és a B, az AB oldalt A körül forgassuk le ide, és itt keletkezik egy B vesszőpont. Mivel ez az oldal C hosszúságú, ezért ez az AB vessző szakasz is C hosszúságú lesz, hiszen leforgattuk ezt az oldalt, és így keletkezik egy háromszög, egy nagyobb háromszög, így, ami, tehát az AB-B vessző háromszög, ez egyenlőszárú. Hiszen az AB, az az A vessző AB vesszővel egyenlő, mint a kettő C hosszúságú. Ugye ennek a háromszögnek a B vesszőnél lévő szög, tehát az AB vessző B szög külső szög, rosszul írtam, tehát ennek a CAB szög, ami alfa, ugye a külső szöge, így ez az alfa, ez megegyezik a két nem mellette fekvő belső szög összegével, tehát ezzel, ennek, meg ennek az összegével, csak hogy mivel ez a háromszög egyenlő szárú, ezért ez azt jelenti, hogy ez a szög is alfa per 2 kell, hogy legyen, meg ez a szög is alfa per 2 kell, hogy legyen. És ugye nyilván, mivel szögfelezőt húztunk, ez a szög is itt alfa per 2.
Ebből az következik, ugye, akkor egyszer, hogy A, B vesző, B szög az alfa per 2, és ebből viszont akkor az következik, hogy az A, T szakasz, vagy egyenes, vagy félegyenes, az párhuzamos a B vesző B szakasszal, vagy félegyenese, hiszen a C, B vesző oldallal mind a kettő alfa per 2 szöget zárna, ugye ez is itt alfa per 2. Ha viszont ez párhuzamos, vagy ezek párhuzamosak, akkor azt mondhatjuk, hogy az alfa per 2, tehát az itt lévő szögnek a szárát, a B vesszőnél lévő szög szárát párhuzamosokkal metszettük. Ebből az következik, hogy érvényes a párhuzamos szelők tétele. A párhuzamos szelők tétele pedig azt mondta, hogy ha egy szög szárát párhuzamosokkal metszük, hát nem a B veszőnél, hanem a C-nél lévő szög szárát. Meg is rajzolom, mert tehát, hogy ennek a szögnek a szárát, ennek, ennek a szögnek, ennek a gamma szögnek a szárát párhuzamosokkal metszettük, hiszen az AP meg a B vesző B párhuzamosok egymással. Ez azt jelenti, hogy érvényes a szög felett, vagy a párhuzamos szelők tétele, ami azt mondja, hogy ha egy szög szárait párhuzamosokkal metszük, akkor az egyik szögszáron keletkező szakaszoknak az aránya megegyezik a másik szögszáron keletkező megfelelő szakaszoknak az arányával. Még ezt az ábrát egészítsük ki, az, hogy ez az oldal B. És akkor az egyik szögszáron keletkezik a CP és a PB. Tehát CP úgy aránylik PB-hez, mint ahogy, ugye ez a kettő az itt volt, CP BB-hez, mint ahogy B aránylik a C-hez. Tehát mint ahogy B aránylik a C-hez. Ez azt jelenti, hogy a szögfelező, ez a szögfelező a szemközti oldalt CP, PB részekre osztotta, és ennek a két résznek az aránya pont ugyanannyi, mint a mellettük lévő oldalnak az aránya, azaz a B-nek meg a C-nek, csak a C-t ugye ide kifordítottuk. Tehát ezzel ezt az állítást bebizonyítottuk. És akkor nézzük egy egyszerű feladatban, hogyan lehet a szögfelező tételt alkalmazni. Legyen az a feladat, hogy egy derékszögű háromszöget tekintünk. Ebben a derékszögű, hát ez a vízszintes rajzolás az nem megy annyira. Tehát ebben a derékszögű háromszögben ABC szokásos jelölés, itt derékszög van. Ebben a derékszögű háromszögben ez az oldal legyen 5, ez a befogó 12. Ezt nyilván megkérdezhetném, hogy mekkora az átfogó, de hát ezt nyilván mindenki tudja, hogy 13, hiszen ez Pitagorasz, ez a három szám pitagoraszi számhármas, és az lesz a feladat, hogy határozzuk meg a szögfelezőknek a három szögbe eső részét. Három szögbe eső része. Tehát mekkorák a szögfelezők három szögbe eső részei. Hát kezdjük azzal, hogy egyelőre még a szögeket sem tudjuk meghatározni, hiszen nincsen a kezünkben ilyenkor még semmilyen módszer arra, hogy a szögeket meghatározzuk. Nézzük, hogyha itt berajzoljuk ezt a béta szöget, legyen ez a piros, tehát berajzoljuk a béta szöget, illetve ennek a béta szögnek a felezőjét, kb. Akkor itt keletkezik egy P pont, és ugye, mivel a szögfelező a szemközti oldalt a szomszédos oldalak arányában osztja, itt keletkezik egy X, illetve egy 12-x nagyságú szakasz. Ezekre a szakaszokra fel lehet írni a szögfelező tételt, azaz x úgy aránylik a 12-x-hez, mint az x melletti
normál oldal, az 5 aránylik a 12-x melletti 13 egység hosszúságú oldalhoz. Ezt az egyenletet megoldjuk. Ugye először keresztbe szorzunk, 13x egyenlő 5-ször 12-x, felvontjuk az árójelet, 13x egyenlő 60-5x, azaz 18x egyenlő 60, tehát az x az, hát 60-18-ad, ami 10 harmad, 3,33. Hogyha ez megvan, akkor itt ugye az F beta, tehát a BP szakasz kell nekünk, ugye ez a... Akkor itt keletkezik egy derékszögű háromszög, a CPB háromszög, CPB derékszögű háromszögben, fel tudjuk írni a Pitagorasz tételt, ami azt mondja, hogy 5 a négyzetem plusz x a négyzetem, az egyenlő BP a négyzeten, és ebből a BP-t ki tudjuk számolni, hiszen a 25-höz hozzáadjuk ennek az előzőnek a négyzetét, és ebből négyzetgyököt vonunk. Ez 6,01. Tehát már meg is határoztuk a BP szakasznak a hosszát, tehát a beta szögfelezőjének a nagyságát. Nézzük az alfa szögfelezőjét, hogyan lehet, illetve annak a nagyságát, a háromszög belső részét hogyan lehet meghatározni. Ugye itt is megrajzoljuk a szögfelezőt. Itt keletkezik egy Q pont, és akkor ugye itt lesz egy Y és egy 5-Y nagyságú szakasz. Megint csak fel tudjuk írni a szögfelezőtételt, ami azt mondja, hogy az Y úgy aránylik az 5-Y-hoz, mint 12 aránylik a 13-hoz, ugye a CQ és QB szakaszoknak az aránya, az a mellettük lévő oldalak aránya, ahol egyezik. Keresztbe szorzunk, 13Y egyenlő 12x5-Y, felbontjuk az árójelet, 13Y, 60-12Y, azaz 25Y egyenlő 60, tehát az Y egy kicsit szebb szám lesz, mint az előző, 2,4. És hogyha megvan az Y, akkor itt megint csak keletkezik egy derékszögű háromszög, mint pedig a CAQ háromszög, tehát a CAQ derékszögű háromszögben azt tudjuk mondani, hogy Y a négyzeten plusz 12 a négyzeten egyenlő AQ a négyzeten, és ebből az AQ-t ki tudjuk számolni. Ennek a négyzetéhez hozzáadunk 12-nek a négyzetét, és gyököt vonunk belőle. Ez 12,24. Meg is van az AQ. Ugye az ábrán azt azért nem árt bejelölni, hogy ez itt alfa per 2, hiszen szögfelező, ez pedig beta per 2, hiszen szintén szögfelező, vagy valamilyen más módon, tehát például az, hogy ez itt f beta, ez pedig f alfa, jelöljük, hogy ezek itt szögfelező. Mert ez volt a könnyebbik része a dolognak, ugye viszont ennek a háromszögnek van egy derékszöge, és ennek a derékszögnek a szögfelezőjét is meg kellene határozni. Ezt egy picikét nehezebb lesz, de megoldjuk. Lerajzolom még egyszer a háromszöget. Ugye itt a derékszögű háromszög. ABC. És ugye ez az oldal volt 5, ez 12, ez pedig 13. És akkor ugye berajzoljuk a gammának a szögfelezőjét, ezt. Kapunk egy R pontot, ez itt ugye 45 fok. Hiszen a derékszöget feleztük. Ugye addig nincsen probléma, hogy itt keletkezik egy Z, illetve egy 13-Z hosszúságú szakasz, ezt meg tudjuk határozni, hiszen a szögfelezőtétel ennek a kiszámítására is segítséget nyújt. Z úgy aránylik a 13-Z-hez, mint ahogy az 5 aránylik a 12-höz. Keresztbe szorzunk, 12Z egyenlő 5-ször 13-Z, 12Z egyenlő 65-5Z, azaz 17Z egyenlő 65Z egyenlő, azt mondja, 65 17.
ez 3,82. Hát a probléma innentől az, hogy sajnos itt nem keletkezik derékszögű háromszög, így aztán a Pitagorasz tétellel nem fogjuk tudni kiszámolni a CR szakasznak a hosszát. Hogyan tudnánk mégis meghatározni? Hát egy úri huncutsággal, az R pontból állítunk egy merőlegest. Akkor kapunk egy R vesszőt. Akkor tudjuk, hogy a CB párhuzamos lesz az R-R vesző szakasszal, hiszen a CA-ra mind a kettő merőleges, itt ugye a merőleges szépen áthúztuk, de most nem berajzoltam. Tehát akkor azt tudjuk, hogy ez a két szakasz egymással párhuzamos. Ez a szög 45 fok, így aztán ez a szög is 45 fok, tehát ez egy egyenlő szárú, derékszögű háromszög lesz, magyarul a CRR vesző egyenlő szárú, derékszögű háromszög. Magyarul, ha ezt a szakaszt ki tudom számolni, ez legyen most, hát mi legyen, mi nem volt még P, akkor ezt a P szakaszt, ha ki tudom számolni, akkor ebből a CR szakaszt meg tudom határozni, hiszen a CR szakasznak a nagysága az éppen P-szer négyzetgyök 2, hiszen az egyenlő szárú háromszög átfogója, az a befogónak a gyök 2-szöröse. Na de hogyan tudom meghatározni a P-t? Hát úgy, hogy itt az alfa szögnek a szárát, meg is hosszabbítom egy kicsit, hogy kijelölöm, az alfa szögnek a szárát párhuzamosokkal metszettük, hiszen a R-R vesző és a BC egymással párhuzamos, így aztán a párhuzamos szelők és a párhuzamos szelő szakaszok tétele is alkalmazható rá. Most használjuk a párhuzamos szelő szakaszok tételét, azt mondjuk, hogy P úgy aránylik az 5-höz, hogy a párhuzamosok szögszárak közé első szakaszai úgy aránylanak egymáshoz, mint azok a szakaszok, amiket a párhuzamosok lemetszenek az egyik szögszárból. Hát itt most a felső szögszárat fogjuk nézni, tehát a 13-z aránylik a 13-hoz, hiszen az RR vesző ezt a 13-z hosszúságú szakaszt metszi le, az 5-ös, az pedig ezt az egészet, tehát a 13 egység hosszúságú. Tehát ugye ebből csak a P-t nem ismerjük, P úgy fog kinézni, hogy 5-ször, 13-3,82 per 13, tehát a P egység hosszúságú, és hogyha megvan, hogy a P az 3,53 egység hosszúságú, akkor ebből az következik, hogy a CR szakasz az 3,53 x 4,5 2, azaz 4,99, tehát ennek a szögfelezőnek a háromszög belső része, ez 4,99 egység hosszúságú. Hát, köszönöm szépen a figyelmet!